Ha egyetlen olyan ruhadarabod is van, ami az olyan üzletláncokból származik, mint például a H&M, Zara, Stradivarius vagy a Pull&Bear, akkor ez a videó neked is szól. Sziasztok, itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon! Ahogy arról nemrég nektek Instán is beszámoltam, az elmúlt időszakban beleástam magam egy olyan témába, ami engem nagyon érdekel, viszont úgy gondolom, hogy viszonylag keveset beszélünk róla az ilyen felületeken, mint például a YouTube is. Ez pedig nem más, mint a fast fashion. Ez nem lesz bevezető, csak úgy kezdjünk bele a témába, mert rengeteg megbeszélni valónk van. Az a csinos felső, vagy az a szuper farmer a szekrényedben, amit olyan jó áron tudtál megvenni, hatalmas hatással van a környezetedre. Egészen konkrétan egy farmer nadrág elkészítése annyi széndioxid kibocsátással jár, mintha 80 kilométert autóznál. Ráadásul ezt a nadrágot valószínűleg egy harmadik világbeli, nagyon rossz állapotban lévő gyárban készítette egy fiatal nő, vagy akár egy lánygyermek. Ez az alkalmazott embertelenül magas óraszámban dolgozik, és gyakran esik fizikai bántalmazás, vagy pedig szexuális erőszak áldozatává. És itt nem csak egy személyről van szó. A divatipar több 10 millió embert alkalmaz, akiknek 80%-a nő. Az egész hátterében pedig a fast fashion megjelenése és intenzívebbé válása áll. De mi is az a fast fashion? A kifejezés jelentése olcsó, stílusos, mégis folyamatosan változó ruházat, tömeges gyártása, és mindez silány alapanyagokból. A fast fashion ruhák rövid élettartamúak, ezáltal is folyamatosan ösztönözve a fogyasztókat a vásárlásra. Viszont az olcsó ruhák tömeges gyártása környezeti és társadalmi károkkal is jár. Kezdjük a társadalmival. A WTO szerint Ázsia a világ összes ruhadarabjának több mint felét gyártja. Az Európai Unió esetében ez az arány pedig 70%. Az ottani alkalmazottak úgynevezett sweatshopokban dolgoznak, amelyek a nemzetközi médiában valamiért csak akkor jelennek meg, hogyha halálos baleset történik. A sweatshop egy olyan munkahely, ahol az emberek alacsony fizetésért elnyomó és egészségtelen környezetben dolgoznak. Főként ázsiai és közép-amerikai fejlődő országokban működnek ilyenek, mint például Haiti, Nicaraguában, Kínában, Bangladesben vagy Indiában. Viszont a sweatshopok létezése nem csak a nőket érinti ilyen súlyos mértékben. Egy 2013-as adat szerint több mint 168 millió kiskorút érint a gyerekmunka, ami a világ gyerekpopulációjának 11%-át jelenti. És az esetek több mint felében olyan munkáról van szó, ami veszélyezteti az egészségüket és a fejlődésüket. De hogy mi is teszi lehetővé azt, hogy ezek a sweatshopok működjenek? Hát azok a globális márkák, akiktől mi is vásárolunk. A ruhagyártók leggyakoribb kliensei ugyanis olyan nemzetközi üzletláncok, akik azon dolgoznak, hogy versenytársaiknál minél gyorsabban juttassák el a termékeiket a fogyasztókhoz, ezáltal is növelve a saját versenyképességüket. Ahhoz azonban, hogy a ruhákat minél gyorsabban és minél olcsóbban tudják eljuttatni az üzletek polcaira, a lehető legalacsonyabb gyártási költségek szükségesek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a cégek azokkal a gyártókkal fognak szerződést kötni, akik a lehető legolcsóbban és a leggyorsabban vállalják a termékek elkészítését. És szerintem érzitek, hogy mire szeretnék ezzel kiukadni. Mindezek a feltételek ugyanis a dolgozókon csattannak. Egyre több munkaórát kell ledolgozniuk, egyre magasabb elvárások és egyre alacsonyabb bér mellett. A sweatshopok körülményeit Ferenc pápa egyenesen rabszolgamunkának nevezte. Mindössze 5 évvel ezelőtt Myanmarban a kormány a minimálbért 1,82 fontban határozta meg egy 8 órás munkanapért. Ez kevesebb, mint 100 forintos órabért jelentett. A H&M-et is érték nem egyszer olyan vádak, hogy olyan myanmari ruhagyárakkal dolgozik, amelyek 14 éves gyerekeket dolgoztatnak napi több mint 12 órában. És mielőtt áttérnénk a környezeti károkra, jöjjön még egy eset, ami számomra a legszörnyűbb. 2013. április 23. Bangladesh. A Rana Plaza nevű ruhagyár hatalmas épületének falán repedések jelennek meg. Másnap reggel az ott dolgozók nem akarnak bemenni az épületbe. Félnek. A gyár vezetősége azonban biztosítja őket arról, hogy nincs gond, és utasítja őket arra, hogy menjenek be az épületbe és folytassák a munkájukat. Aznap, április 24-én az épület összeomlik. Több mint 1100-an halnak meg, és nagyjából 2500 a sérültek száma. A holttestek keresése 3 héten át zajlott. Nagyon sok testet a lépcsőházból ásott ki a mentőcsapat. Ugyanis, amikor az épület omlani kezdett, akkor az ott dolgozók azt hitték, hogy a lépcsők alatt biztonságban lesznek. Hát nem voltak. Ha azt gondolod, hogy igen, mindez nagyon szomorú, viszont engem nem érint, akkor tévedsz. Ugyanis a Rana Plazában előállított ruhák egy része nyugati divatcégek számára készült. Köztük volt többek között a Benetton, a Mango és a Zara is. És ez csak néhány név a sok közül. Ezek pontosan ugyanazok a cégek, mint akiktől azokat a jó kis, olcsó farmerokat megvesszük. A leírásban találtok egy videót a tragédiáról, én ezt már túl felkavarónak ítéltem meg ahhoz, hogy ide bevágjam, viszont hogyha érdekeltiteket, akkor nézzétek meg. És a legszörnyűbb az egészben, hogy nem ez volt az egyetlen eset.
A ruhagyárak többsége ugyanis nem felel meg az építkezési előírásoknak, aminek az az eredménye, hogy messze túl gyakoriak az olyan halálesetek, amelyeket épülettüzek vagy összeomlások okoznak. A Rana Plaza tragédiája óta több mint 100 ilyen eset történt. És most jöjjenek a környezeti károk. A divatipar több mint 92 millió tonna hulladékot termel évente, az ipari vízszennyezés kb. 20%-áért felelős, és évi több mint 79 billió liter vizet fogyaszt. Billió! Mintha a Balaton vizét használná el 44-szer, minden évben. Emellett számos textilgyártásban használt vegyi anyag káros a környezetre, arra, aki dolgozik vele, és aztán arra, aki viseli azt a ruhadarabot. A divatmárkák csaknem kétszer annyi ruházatot termelnek, mint 20 évvel ezelőtt. A jelenlegi divatfogyasztás pedig hatalmas mennyiségű hulladékot eredményez, amelyet vagy harmadik világbeli országokba exportálnak, vagy hulladéklerakókba szállítanak, vagy pedig elégetnek. Ismét csak a H&M-et tudom felhozni példának, akit többször is megvádoltak ruhaégetéssel. Alig 3 éve jutott nyilvánosságra az a vád, mely szerint a H&M évi 12 tonna olyan ruhadarabot éget el, amelyek egyetlen hibája, hogy nem sikerült őket eladni. A H&M természetesen ezt tagadta. Összességében a fast fashion egy gyors reagálású rendszer, ami ösztönzi az eldobhatóságot és a fogyasztói társadalomból táplálkozik. A fogyasztói társadalom egyik fő jellemzője pedig, hogy az emberek nem a valós szükségleteik alapján vásárolnak, hanem épp fordítva, a vásárlás határozza meg a szükségleteiket. Míg korábban 6 hónap telt el aközött, hogy egy ruhát bemutattak a kifutón, és aközött, hogy az a boltokba került, most ezt az időszakot a fast fashion képviselői hetekre szűkítették. Hiába van egy évben csupán 4 évszak, az Zara például évi 50 kollekciót mutat be. Amit viszont meg kell értenünk, az az, hogy a fast fashion működése nem egyoldalú. Ugyanúgy, ahogy támogathatjuk ezeket az üzletláncokat, úgy el is lehetetleníthetjük őket. Hogy mégis hogyan? Elsősorban tudatos hozzáállással. Mielőtt valamilyen új ruhadarabot vennél, mindig gondold át, hogy valóban szükséged van-e rá. Az első számú szabály, amit akár mostantól is alkalmazhatsz, hogy használd, amit van. Légy kreatív, fedezd fel újra a ruhatárad, és csak akkor vásárolj, hogyha valóban szükséged van valamire. Gondolj erre úgy, hogy az a tárgy, amely nem hasznos számodra, amely nem szolgál téged rendszeresen, az felesleges. Hogyha pedig ténylegesen szekrényfrissítésre van szükséged, akkor van jó néhány megoldás, ami nem csak hogy pénztárcabarát, de környezetkímélő is. Kezdetnek például nagyon hasznos és üdítő lehet a barátokkal vagy barátnőkkel való ruhacsere. Vagy további lehetőség, hogy vásárolj másoktól. Erre az interneten is bőven van platform, amelyek közül néhány szlovákiait és magyarországit is lent linkelek nektek a leírásban. Ha pedig az online vásárlás nem a te teleped, akkor még mindig ott vannak a second hand boltok. Amellett, hogy nagyon jó áron tudsz beszerezni minőségi ruhákat, még egyedivé is varázsolhatod a ruhatárad. Ha pedig új termékeket szeretnél beszerezni, akkor igyekezz slow fashion boltokból vásárolni. Ezek olyan üzletek, amelyek hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra és az etikusságra. Bár az itteni termékek ára borsosabb lehet, egy hosszabb élettartamú és jobb minőségű terméket kapsz készhez, így ez egy olyan befektetés, amely megtérül. Szintén a leírásban találtok olyan magyar és szlovák nyelvű cikkeket, amelyek összegyűjtenek néhányat a hazai slow fashion boltokból. Ha azt kérdezed, hogy lesz-e valamilyen hatása annak, hogyha többet nem vásárolsz fast fashion márkákat, akkor a válaszom igen, nagyobb, mint gondolnád. Az üzletláncok abszolút legnagyobb célja, hogy megfeleljenek a vásárlóiknak, hiszen a létezésük múlik ezen. Követik az emberek igényeit. Így például, amikor a környezettudatosság elkezdett népszerű lenni, a nagy fast fashion láncok egyből beépítették a marketingjükbe a fenntarthatóságot. Szóval igen, van befolyásunk ezekre a cégekre, és ezt a befolyást ki is kell használnunk. Én 1 éve nem vásároltam fast fashion terméket, és mégis problémamentesen tudok öltözködni. Ez alatt az időszak alatt rájöttem, hogy a fast fashion túl nagy mértékben rabolta az időmet és a pénzemet is. Teljesen megváltoztatta az életemet a minimalizmus, és nem csak az öltözködés terén, hanem minden más területen is. Hogyha érdekel titeket tartalom a minimalista életfelfogásról és arról, hogy mi indított el engem ezen az úton, akkor jelezzétek, és nagyon szívesen készítek róla videót. Ó, igen, és még mielőtt elköszönnénk, hogyha szeretnél nézni egy fast fashion-nel kapcsolatos filmet, akkor a The True Cost-ot határozottan tudom neked javasolni. Sokkoló, de tartalmas. Köszönöm, hogyha megnézted ezt a videót, és köszönöm, hogyha megosztod. Remélem, hogy minél több emberhez eljut a tartalma. Hát, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!